ezt az úgy a lelkemre kötötték, hogy... hogy én azóta folyton csak erre gondolom. Ilyenkor aztán úgy elfog a bánat. Mert csak a bánat tud már minket hazavinni, lelkem. Meg a nóta. Ilyenkor tudjuk, hogy mégiscsak odahúz a szívünk. Honnan elindult. Elindultam szép hazából, és Magyarországon. Visszanéztem fél utamból, szememből a kőpécs volt. Visszanéztem fél utamból, szememből a kőpécs volt. Ha jól emlékszem, háromszor meg kellett neki játszani itt a Rozikát, mert nem fértek be az emberek. És a Wilshire-ből be szokott játszani, az 1200 ember meg fér be, de az mindig telt ház volt. Mindig. Sokan is már mindenki szerette. A magyar. Pedig a magyar a világ legszebb nyelve lehet. Petőfi Sándor is tudta ezt, azért írta magyarul azokat a gyönyörűséges költeményeket. Emlékszem is, egyszer az iskolába tanultuk. Naj, de igen, elkanyarodtam a Gyuris nénémtől. Jaj, lekem azt el kell mesélnem, hogy hogy vagyok én ezzel a Gyuris nénémmel. Hát nem értem a szavát, lelkem. Csak minden másodikat, amit még magyarul mond.
Azt mondja nekem, tegnap azt mondja, Rozi fiam, ered le ide a cornerra, a grocery store-ba, azt hozz egy dózen tojást, két pont borcsapszot, meg valami kukit. És igen, vigyázz a stoplightra, hogy el ne üssön a káré. Pislogtam, dörzsöltem a fülemet, akkor a szülisnéném elnevette magát, azt megmagyarázta értelmesen, azaz magyarul, hogy mit akart mondani. Azt mondja, hogy most nem ér rájönni velem, mert megy a nagy sztorba, mert ott most szél van. Na mondok, akkor kösse be a fejét le! Ó, tejány, azt mondja, hát így szélem van valami, akkor azt fél áron adják. Na gondoltam, én sem veszek ezentúl a középről semmit. De most már tudtam, hogy mi a corner, meg a grocery store, azt mentem, akkor jaj, lelkem, hát én ott a corner, én olyat tapasztaltam, hogy komolyan mondom, hogy fölbe gyökeredzett a lábam. Három suhancféle áldogáltot, azt terem csúcsa lelkem, kérődztek! Lágogok! Lelkem, csak én is olyan voltam, mint a szoklát váltogattam, mérgezettem. Piros, meg sárga, meg zöld, de nem szóltam hozzá, csak mentem nagybegyesen a grocery store-ba. Jaj, de gyönyörű nagy üzlet volt az lelkem, hát... Talán még nagyobb, mint odahaza nálunk a hangya. Jaj, az nagyon érdekes volt, de mindenki szép fényes... Azt hiszem, egy páran nem tudjátok, milyen volt a hangya. Nem volt benne. Te tudod? Hát csak hallottam hangya szemeket. Én még voltam a hangyában. Mit csináljak? Kicsit bele is pirultam a gondolatba. Az volt olyan, mint hogyha a Walmartot vagy valamit kicsibe. Segítenek, meg nem voltak sehol. Minden meg volt benne. A soknét bele mindent a kocsijába, gondoltam, ez a soknét még ellopít mindent. De banál messze az angolnak lelkem. A végén mindenki egy ösvenyre került, mint odahaza nálunk a birkák a nyíráskor. Az ösvény végén megállt egy kisasszony, az igen sebesen zongorázott valamit az ujjában. Ezt mindenkinek meg kellett fizetni mindent, amit a kocsijába tett. Na, én is megtaláltam a dózen tojást, nagyon szép csomagolásban, meg a porcsapszot átlátszó papírban. Jaj, látom, hogy ezek milyen gyönyörűen tudnak itt csomagolni. Ha hogy van szívük kibontani? Csak egyet nem találtam sehol, lelkem, az üvegeket, amiben otthon a cukrot tartják, a promiclit, meg a mentát, meg a savanyút. Azt igen szeretem a savanyút, vettem volna 5 dekát, azt már is képzeltem a lelki szemeimmel, hogy törzsedik a plékanál. Ahogy ott nézdegélek, egyszer csak oda jön hozzám egy fehér kabátos ember, beszélt is hozzám, én persze nem értettem megint, hogy mit mond, csak arra emlékszem, hogy úgy kezdte, hogy looking. Na gondoltam, ennek meg már megint a ruhámmal van baj. Pedig fenéket, Lukas az én ingem lelk.
Mondtam neki, hogy cukker! Na, mert ennyit már tudok lelkem angolul. Mondtam neki, hogy cukker, azt csücserítettem a számot, hogy lássa, a savanyút akarok. Cukker! Én nem tudom, hogy ez mit gondolt, hogy én mit akarok, de egyszer csak elkapott, azt megcsókolt. Engem meg elöntött a pirosság, és én nem tudom, hogy én mit akartam, hogy pofon akartam vágni, de ahogy most visszagondolok, nem is akartam pofon. Álltam ott, azt kapaszkodtam abba a gyerekkocsiba. Igen, mérges voltam magamra, hogy miért nem vagyok mérgesebb? Mondom, hogy hallja maga! Azt mondja, hallom lelkem, mert én is magyar vagyok. Azt mondja, erről a szép ruhájáról gondoltam, hogy kegyed is magyar. Ez meg nekem úgy esett, mint a három pásztoroknak az angyali szózat. Azt akkor elmesélte a Billy, hogy... Én nem tehetek róla, a lelkem így hívják. Neve van, de ez elég jól lehet mondani, hogy Billi. Hát aztán elmesélte a Billi, hogy ő másodgenerációs. Hát ezt nem tudom lelkem, hogy micsoda, csak nem mostom a gyerek szegény. És hogy nagyon szereti a dzsábját, és van gária, és akarok-e menni vele a showba. Erre nem tudtam, hogy mit feleljek lelkem, mert én ezt már hallottam otthon is, hogy azt mondták valakinek, hogy menjen a showba. Igaz, hogy hozzátették, hogy a hivatalba. De nem volt finom kifejezés, arra emlékszem. Hát aztán nem adtam végleges választ a Billnek, mondtam, hogy jöjjön el hozzám, értem a nénimhez holnap este, és akkor azt mondta, hogy oké, akkor majd felpikkol. Nekem ez tisztességes szándékot jelent. A nénémnek a kisfia meg azt mondta, hogy ne félj, Rozi, azt mondja, ha báder, az majd én megfixolom, hogy kalolhatja az ambulanciát. Ebben az új nagy világban. A vége. Jó. Na most másik oldalán. Nem unatkoztok vele? Úgy nézünk ki. Az ember ilyen világot látott, és látott, hogy gyönyörű kék, meg tenger.
akkor látja a különbséget, igaz? Nekem mégis csak a pusza tetszik. Mert hogy olyan szép szőke színe van, az úgy kanyarul. Mikor leültem a Tisza partjára, azt megsimogattam a kis bűnszálak fejét, amik úgy álltak ott, mint hogyha hallgatnák, hogy mit mesél a Tisza. Mert a Tisza locsog, csocsog. Tőle tanultam én lelkem azt a lótárt is. A kanyargult Tisza partján, ott szüljön. Hogy a vágyik az én szívem az én lelkem. Pásztos lépők, hangos ott az árba lány majd elrúgnak. Édesebb ott a madár, kékebb az ég híve falán. Ne hagyjatok ideget!
öklem. Úgy csapkodták a nagy hullámok a kis hajót, úgy csapkodták a nóták is az éjszínet. Meg kellett fogózkodnom a korlát. Csak néztem a távoli nagy kékséget, hogy hova is lett az én falu. Mikor azt már nem bírtam tovább a szomorúsággal, rágyújtottam egy nótára, mert a nóta megvigasztal lett. Nóta, nóta, régi nóta, hol született ki a nóta? Nem tudom már, réges régről, you know.